Öt embert fogtak el abban a rajtaütésben, amelyben közel 40 rendőr, két kutya és a terror elhárítási központ műveleti egységei vettek részt. Kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal kereskedők ténykedését zárták rövidre. A ceglédi nyomozók jó ideje ráálltak már arra az abonyi családra, amelynek tagjai helyben, valamint a környéken terítették a kristályt, nagy gyanú szerint. A 43 éves F. Attila, 41 éves élettársa J. Anna, fiaik a 24 éves F. Attila Jenő és a 22 éves F. Robert János az apa által leosztott szerepek szerint vettek részt a bűnös vállalkozás. Az üzleteket a családfő bonyolította, a porciózást anya és fiai végezték. Otthonukat kábítószerkereső kutyával kiegészülve kutatták át. A kutya a tévé alatti szekrénybe bújva egyértelmű jelzést adott. F. Attila és élettársa részben beismerő vallomást tettek. Fiaik megtagadták a vallomástételt. A kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő nyomozáshoz egy másik ügyet egyesítettek a ceglédi rendőrök, mivel felmerült, hogy a két eljárás érintettje egymással is üzleteltek. Ezért terjedt ki a hajnali akció Jászkor a Jenőre, ahonnan azt a 46 éves K. Józsefet állították elő, akit új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntettével gyanúsítanak. K. József néhány hónapja kezdett illegális szerrel kereskedni, főként helyben élő vevőit látta el. K. József először tagadta a terhére rót bűncselekmény elkövetését, később azonban beismerte. Az öt elfogott és őrizetbe vett gyanúsítottat azóta letartóztatta a bíróság. A ceglédi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya az F. család tagjai ellen kábítószerkereskedelem, K. József ellen új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntettének megalapozott gyanúja miatt folytatta le a további eljárást.